egy gitáros előadás következik. De nem tudom, hogy... Nem erre gondoltunk. Ácsi. Gumicsizmás bácsi, hát. Te az hogy kerültél ide? Na de hát ezt kérem, ez nem így van. Polgi, nincs benne a forgatókönyvben nekem ez a... Egyáltalán ki maga? Legalább mutatkozzon be, hogy valahogy be tudjuk rakni ebbe a képbe. Hát elnézést. Buenos Airesben születtem, félig Buenosben, félig Airesben. Anyám nem volt, szociálisítól tudott a világra. Apám is meghalt rég, tűzvészállt az a felszegi, megküldött benne papiszka. De mi egy kis rajkó gyerek voltam, volt egy nagyon jó haverom, a Géza, nem ismerik? Hát a Géza! Egyszer elmegyünk vele szomszéd faluba, kapodalom, akkor én házhoz benézünk ablakon, Atya úristen, ott az a folyt minden, még a nyálunk is. Aztán engem már majdnem megkínáltak, meg ízadatom, majdnem adtak is. Mondtunk neki, hé barátom, húzzuk el a sevilla nóta. Irány, durány, elindultunk futár. Hát a nászti meg volt utána, kiabak, álljátok meg, álljátok meg. De visszakiáltunk neki, álljátok meg, Maurice magad, a kárgani senkit. Hazaértünk, lefeküdtem, aludtam, reggel irám a Géza. Te kovább! Mi van? Hát gyermeljük a faluba, most van éppen izé. Meg kellene menni, valami körülnéztött a tanyát. Jó van, elmegyünk, vásárolunk, hát olyan sétálunk össze-vissza, nézik előtt, hát egy lukkantári megfogja a kezem. De úgy jön, hogy el se engedte. Azt én megyek a ló, megjött utána. Hát hogy megyünk, jön a rendezőség a rendőre. Azt mondja, hát hova mentek ti gyerek? Hát megyünk haza biztosul. Hát ez a ló kéje. Hát Csáhozva meg egy biztos, hogy hát ez a hét. Nézzük a gyolóvat, megy fölbe. Nem mondom, mert mit néz. Ha, oda jön, de gyerek, hazudsz te neked. Ennek a lónak a nyakában az van, hogy a kájé. Hát Csáhozva a biztos úr kezeit, hát az ostos Józsi kájé. Hát ők bevittek bennünket a rendezőségre, ott is kérdezgetnek. Hát ki vagy, mi vagy, mondom nekik. Hát ez a pár meghalt. Hát miben halt meg tetszik? Hát ebben a szép kockán zakójában meg muzsikálni szokott. Hát aztán csak hazaértünk, de hát múlt az idő, ugye már öregettünk minden. Hát egyszer csak szomszéd faluban hallom, hogy van ám egy szekér eladó. Gyalogomnak kell, hát mondom, veszek neki el szekeretni az én idegemet, húzza a szeket. Hát aztán elmentem, megnéztem a szeket, hát meg is vettem, ugye? Hát, aztán, megyünk hazafele, szépen kizök a szekére. Hát az első szépen meg a nagy határfa, rakás. Hát mondjuk, mert tényleg jó lenne belőle, pici. Hát belejártam belőle, hát a piciket ugye, raktam belőle. Megyek, hát még itt az erdész uram jön velem szembe. Hát jó, világ, mondom, mi lesz most itt. Honnét hozzá a fát magán, de? Hát csak meg ezért ott volt a farakás, mondom, valaki oda rakta, mondom, hát csak lehet belőle vinni. Hát az nem úgy van. Szépen visszamegy, lerakja, de ha még egyszer meglátom itt, elveszem a lovát. Nagyon megjettem, hát. Ha elveszül a lovát, akkor miből élekem? Hát jó van, leraktam, elmentem. Másik alkalommal megint jövök. Hát ez engem átlága, hát még mindig ott van a fa. Hát itt a vélem lehet levinni. Megy, megrakom a szekeret. Megyek. Mondjuk, atya úr is, ma otthon van megint, de hát, ma megint megállítok. Megmondtam magának. Jól, hogy nem szabad lopni. Menjen, rakja le ezt a fát. Én már nem rakom, nem mondom, nekem viszont. Megmondtam, ha még egyszer lop, elveszem a lovát is. Erdész úr, ez a ló az herélt. Nem érdekel engem, herélt vagy nem herélt. Kocsistól minden estül elviszem a lovát. Hát, hogy elviszi, elviszi. Tudja, hogy Erdész úr, vigye, Erdész úr, még úgy sincsen. Hát a
figlio che dunque c'erdevo, e ricco ricco per l'esse che sciugna di tutto quanto farò. E io ricco ricco per sciare qua cico, e di più l'altro ho farò. E a questa lì ho lasciato, la di un momento uaro, la giusta moribondo di gaggiuro, e a questa lì ho cucciato, ho rivisto il mio corpo, a tu rigori se vi oslu, a tu espatoio come scorro, un dame mi perca visetta in un grito. Ehi, a rito rito, e sciarra cito, e grito cosa vara. Ehi, a rito rito, e vese vi oslu, e chiudi la tua casa. Oh, signore. Hát ahhoz képest, hogy hivatlan vendég volt, csak így betévedt. De Jóska, gyere már ide! Bazsovállom a szád szélit. Hát azt a pénz az nem kell, amilyen jötték? Hát itt van, ebbe, drága asszonyok, egy pár forintot, vagy pogácsát, vagy süteményt, adjanak már ennek a szétizzadt a lelkit itt maguké. Menjék körbe nyugodtan, higgyed el, hogy adakoznak. A vadászban lőszert ad, de ne törődj bele, el lehet adni a zsibaj a jó pénzé. Na, ugye, hogy jól mondom? Ott van egy vadász. Nézd! Tocsad oda a kasszát! Ez tudod, hol szok lenni? Hol? Bóhapiac. Figyelj! Engem is át szokott várni. Na, tessék, tegyed el, aztán majd felezünk, ne törődj vele, kalapba vele. Minél folyósabb süteményt is tegyenek a kalapjába, mert úgy legalább bizgalmas lesz az asszonynak kimosni. A pogácsát neki, persze. Egyik meg a pogácsát. Csak a keményet szereti, szóval nincs itt mese, kérem szépen. Szegények vagyunk mi falusiak. Na, még egy sör is belefér, egy sörétes. De a rendőrséget, ugye? Kőműves aktimelt is kapott, jó van akkor. Köszönjük szépen, egy nagy kapcsot még egyszer!